Az első dolog, amikor írtam ezt a bemutatót, akkor azon gondolkoztam, úgy optimizáltam, hogy önkormányzati képviselőknek volt beszélünk. Egy rövid kérdés. Itt emeljék fel a kezeket, akik önkormányzatnak gondolnak. Oké, akkor a többi feltételezem, hogy civil. Na, sok slide lesz, úgyhogy leülök. Így könnyebb pötyögni. De rövid slide-ok. Tehát azt szerettem volna először mondani, hogy ugye a hatalom szereti saját magát megtartani, ennek a hagyományos bevált módszere a szavazatmaximizálás, és a szavazatmaximizálásnak a legjobb eszköze az ígérgetés. És azt szerettem volna sugallni, hogy ennek az érának vége, aztán utóbb rájöttem, hogy talán egyszer, ez igaz lesz, így kell a listát. Egyik alapító tagja vagyok a Muszáj-Muszáj mozgalomnak, aki 4 éve pereli sikeresen a Városházakra a többnyelvű feliratokért, és most éppen megint készülünk beperelni őket a többnyelvű adminisztrációért. Jó. El fogunk beszélni a részvételi költségvetésről, és 20 percet szeretnék beszélni, és aztán 25-öt kerekít. Együtt szeretnénk értelmet, tartalmat generálni. Politikai a perspektívám. Megint óvatos duhajnak képzelem magam, aki a Habermas-Foucault tengelyen, magyarán a kollaboratív racionalizmus és a nyers erő tengelyén, picivel közelebb van Foucault-hoz. Dolgoztam sokat, 30 éve élek Kolozsváron, csíkszeredai vagyok, és többet láttam Foucault-ból, mint Habermas-ból Kolozsváron. Na most 4 főállítást fogok tenni. Az első az, hogy a digitális platformok azok egy politikai kihívást jelentenek az állam számára, hogy a részvételi költségvetés erre választ tud adni, hogy Kolozsvár elmulasztotta hasznosítani a demokratikus potenciált, és hogy ez tanulságokkal járul, csak tanulságokat hoz egy újabb implementációra. Ezeket fogom részletezni a végén, ezeket a tanulságokat. Az első állítás. Politikai kihívás. Ugyebár a platformok világa most már mindenütt ott van, eBay, Spotify, Uber, stb. És ezek a platformok annyira erősek mostanában, hogy a World Economic Forumnak a fő témája a platformgazdaságok lesznek az idén. Ez a legújabb trendi, csodálatos csillagó dolog. Az előző volt az innováció, az előtt volt a kultúra, és mindig. Ez következő is. Na most, ezek ugyebár kollaboratív gazdaságokat működtetnek, kizárják, egy csomószor csak létrehoznak egy semleges platformot, ahol aztán utóbb tud találkozni a személy az üzlettel, stb. De ugyanakkor kormányoznak is, és létrehoznak egy politikai közösséget. Most hogy csinálják ezt? Úgyhogy ezek gyakorlatilag ilyen mini államok, például a Facebook. Van egy alkotmánya, ami a forráskód, van egy bizonyos szuverenitás, amely eldönt dolgokat. Az erőszaknak van monopóliuma, hogy kivágják az embert egy valamilyen képét például, és ők döntenek, és passz. És létezik egy szubjektív állási folyamat. Ezek mind államokra jellemző dolgok, szóval nem rossz dolog a platformokról, mint államról beszélni. Na most ez közigazgatások szempontjából is igaz, mert a közigazgatások gyakran mini államként viselkednek. Vannak helyi törvények, helyi adók, helyi erőszakmonopólium és így. Na most, ha összehasonlítjuk a platformokat az állammal, akkor a platformok csodálatosak, az állam pedig centralizált, meleg, bürokratikus, élvezhetetlen, nagy. És a platform az új standard. Az ember egyre inkább platformokon mozog, és ez hoz egy bizonyos fajta standardot. Hogy képzelem, milyen dolgok kéne működni. Na most, azzal együtt, hogy igazából a platformok sem csodálatosak, mert gyakran például a tartalmi tulajdonjogok viszonylag rendezetlen, Facebook mindent legyen, amit megcsináltál, és azt monetizálja, és totalitáriánusok. Hát, aki megpróbál fejlődvezni Facebook döntés ellen, azt tudhatja, hogy mennyire totalitáriánusok. De elvben mondom, a platform fellép, mint norma, hogy miért nem lehet egy olyan államunk, mint a Facebook. És akkor a gazdasági ügyintézés, igazából ezek gazdaságok alapvetően, azok átkerülnek, átszivárognak, kontaminálják a közszférából szóló közbeszédet, különösen olyan berendezkedésekben, amelyek piaci filozófiára épülnek, ami nagyjából minden manapság. Na most, mindjárt vége lesz az előleti rizsának. Hogyha összehasonlítjuk a platformot az állammal, akkor észrevehetjük, hogy bizonyos feszültségeket jeleníteznek. Például a részvételet, tehát a platform, hogy már mindenki részt vesz, mindenki szavaz, mindenki hozzászól, csak be kell jelentkezni. Ami ellentmond a képviseletkézésével, vagy ami viszonyban tud kerülni a képviseletkézésével, a képviseleti demokrácia kézésével, stb. A kollaboratív tartalmakat állít elő az ember a platformon, ugyanakkor a
a valós világban, a 3D világban nagyrészt szerzői jogokról és Kijev a fiákról beszélünk, idézésekről, bevontakramakról, stb. Vannak új tulajdonformák ezekben a platformokon, ami ellen van annak, hogy mi nagyjából birtokolni szeretjük a 3D világban a dolgokat. A platformok flexibilisek, ugyanakkor a világunkban általában a rendszer generálja a tartalmat, és a rendszert a tartalom nem nagyon tudja visszabefolyásolni. És az állandó megújulás. Ez egy érdekes dolog, hogy amire később visszatérek. A törvény hagyományosan egy olyan rendszer, ne felejtsük el, hogy a bírók azok a mai napig talárba és pallókába jelennek meg, ami kb. 500 éves divat. Ez azért van retorikai szinten, mert azt mutatja, hogy a törvény stabil, a törvény régi, a törvény lassan újul. Most az ahhoz képest, hogy a platform, hogy a Facebook két nap alatt újraírja a teljes szabályzatát, a teljes alkotmányát, a törvény megújulási ciklusai azok végtelenül lassok, és amiért a törvény állandóan lemarad. Tehát ezek strukturális problémák, amelyeket egyhamar nem fog megoldani, még a platformizálással sem. Nos, akkor ezek a platformok és az állami összehasonlítása az átvesz mind a közpolitikákra és az intézményi átalakulásokra is. Ennyi volt az első része. Na most a részvételi költségvetésről, eddig volt az előnek, most már a könnyebb lesz. Igazából nincs meghatározása. Van egy jó vicc Csipa, én Csiki vagyok, hogy a Csiki helyi tanácsban valaki azt mondja, hogy tudja, aki maguk, mi az a műalkotás? És mi? A műalkotás az, amelyiket műalkossuk. Tehát a részvételi költségvetés is ilyen. Az ember elkezdi csinálni, azt mondja, hogy ez a műalkotás. Aztán kezd valami egyedet csinálni, még mindig azt mondja, hogy ez a műalkotás. A részvételi költségvetés is fest átalakul, és még mindig azt mondjuk, hogy ez még mind részvételi költségvetés. Úgyhogy igazából egy szabályos meghatározása nincs. De van egy Wikipedia meghatározás angolul, magyarul nincs, ami azt mondja, egy demokratikus közvita és döntéshozási folyamat, a polgárok költségvetései részének döntenek, a polgárok azonosítják, megbeszélik és prioritizálnak bizonyos projekteket. A valós döntési hatalommal súlyozza felül, ez a mechanizmus, ami a pénz elköltését illeti. Hogyha kiboldozunk különböző fontos dolgokat, számomra fontos dolgokat, akkor ez egy közvita, ez a deliberáció. Döntéshozás, döntés, azonosítás, megbeszélés, prioritizás és valós döntési hatalom. Na most ezt mondjam. Oké, elmondom ezt is. Tehát, kicsit képtelen, hogy visszatérni. Ebben a definícióban a képviseletválság megint konfliktusba kerül a részvétellel, a képviseletválság gerjesztés kokreálást feltételez, közösen kell létrehozni dolgokat, amire nincs hagyományunk, be kell jelenítsünk új tulajdonformákat a régi jogrendszerben, ami keserves. A flexibilitás elve megint, hogy a tartalom hajtsa a platformot, egyáltalán nincs rá hagyományunk, és a strukturális problémák megcélzása, helyi demokrácia, municipalizmus, tehát hogy lehet a központi döntéshozást utóbb úgy átformálni helyi szinten, hogy az aztán ez működtetni tudjon egy részvételi demokrácia, bocsánat, egy részvételi költségvetés, keservesen nehéz. De megint csak én nem eladni akarom a részvételi költségvetést, hanem azt felmutatni, hogy aki ebbe belefog, annak nehéz lesz. Egy izgalmas dolog, nehéz, de vannak tagadhatatlan előnyei. Na most, harmadik állítás. Mi történt Kolozsváron? Az úgy volt, hogy 2012-ben Berlinben voltam egy konferenciának a polgármesternek. És ketten voltunk civilek, egy Norbert Petrovics nevű szociológus és én, és egy kávészünetben addig töltöttük a fejét a polgármesternek, hogy január 1-én felhívott, amikor éppen még másnaposok voltunk, a polgármester egyik tanácsosa, hogy a polgármester azt akarja, hogy februárban indul a részvételi költségvetés. Rá voltunk hidalva. Mikor neki fogtunk ezt kidolgozni, végül beletelt egy a 3 hónap és egy csomó ember, akkor két modellt használtunk a portugáletre itt, ami 1989 óta működik, és Párizsba akkor vezették be az egyik államdíszmódban, az egyik negyedben, kerületben a mechanizmus. Párizsban akkor egy kerületben dolgozott 30 ember a részvételi költségvetésen, ez később fontos az információ. Nagyjából ez volt a mechanizmus, amit feltérképeztünk, magyarán. Ez az eredeti románból. Itt van a polgári szféra, itt van az adminisztrációs szféra. És azt mondja, a polgárok megjelennek a kezdeményezéseikkel. Azt a hivatal centralizálja, amit a polgárok prioritizálnak,
amit a polgármester hivatal megint centralizál, aztán ezekből létrehozzák a tulajdonképpeni projektjavaslatokat a polgárok, amelyet utóbb előválogat a városház, hogy meg lehet csinálni törvényesen, stb. Amit a polgárok projektekké konkretizálnak, amelyet a város végül kiértékel, mindenféle egyik szempontból, ami még kell, amit végül a polgárok még egy kicsit tweakelnek, módosítanak, amit a városháza végül megcsinál, és amit a polgárok monitorizálnak. Tehát ez egy mennyi, öt kör spirál, ez szépen ott elképzelhető. Na és akkor nekifogtunk 2013-ban ezt implementálni, ilyen plakátokat csináltunk, így nézett ki egy iskolatorna termébe a deliberációs folyamat. Itt voltam én, amint éppen a köztisztviselőknek magyarázom, hogy ez mekkora plusz terhet fog jelenteni a helyi adminisztráció számára. Azt jelenti, tehát egy csomó ember fel kell venni, procedurákat kell változtatni, ezek az emberek nem feltétlenül boldogak ettől. Úgy, nem is voltak. És aztán ment így két évet. Kezdetben csak egy városnegyedben, és utána pedig nagyon gyorsan átvitték a fiatalok számára, hogy most csak a fiatalokkal foglalkozunk, utána pedig gyorsan létrehoztak egy online eszközt, ahol lehet proponálni és lehet szavazni. Ez volt a kolozsvári részvételi költségvetésnek a PR diadala és egyben a gyakorlati csődje. Ezzel gyakorlatilag kilőtték a teljes deliberációs folyamatot. Lehet proponálni, lehet szavazni, emberek többet nem találkoznak, emberek nem vitatkoznak róla, de a valós emberek valós térben való valós találkozással bejön. Okay. És így néz ki, ahogy a PR dicsőség, hogy hány szavazat érkezett hova, hány ember volt felírva erre a platformra, és a többi. Csináltak bele mindenféle, mindig cuccokat. Na most, lássuk, hogy mi történt Kolozsvára. Létrehoznak egy platformot, igenis, nem is. De a deliberációt kilőtték. Projekteket és értékeket generáltak, igenis, meg nem is. Mert igazából az egész átment egy konzultációs folyamatba, ahol a döntéshozást végül a városház hozta. Tehát az a Wikipedia meghatározása, hogy mutattam, hogy a döntés a polgároké, annak lőttek. Az egy cseles, jól kinéző konzultációs, publikus konzultációs folyamattá változott, ahol a döntést igazából a város hozta meg megint. Közszolgáltatásokat optimizálta a folyamat? Nem. Már 2013-ban a városház, amikor eldöntötte, hogy mekkora erőforrást fog alokálni, a Párizsban mondom, egy arrondiszmondban volt 30 ember, Kolozsváron hozatettek egyet, aki ezzel foglalkozott. És aztán, aki próbált különböző civileket bevonni, hogy csinálják meg a 15-et, én csináltam. Mert hogy tudok fontosabbulni. Elmozdult-e a részvételiség felé az egész? Nem. Előtérbe helyezte a közösen létrehozott tartalmakat? Nem. A polgárok proponáltak. A város eldöntötte, megcsinálta, és minden a város tulajdona volt. Nem hozott létre új tulajdonformákat sem. És intézményi változás? Soha. Jó. Na most mi történt? Az idén ugye EU-parlamenti választások voltak, a liberális párt, a Pönölő, az két évtizeden uralja a várost, a polgármester hallatlanul népszerű, és politikai ellenfele gyakorlatilag nincs. Ehhez képest egy teljesen új párt elvitte 42%-át a szavazatoknak, ez a hipsterek pártja gyakorlatilag. Az egyre szélesedő középosztály, az IT-sok, a középosztály. Gyakorlatilag annyira meglőtte a liberális pártot, tudtam ki az üszere, hogy semmi esélyük nincs a jövő évi helyhatósági választásokat megnyerni, annak ellenére, hogy két évtizede viszik a várost, minden az övék, és a polgármester a legnépszerűbb ember. Na most, ezt, hogyha értelmezzük, az derül ki belőle, hogy a liberális párt elfelejtette megújítani a saját diskurzusát. Az állam becsődölt a legnagyobb nagyvárosba, Kolozsváron is. És a kolozsvári városvezetés gyakorlatilag ezzel veheti a kalapját. A liberális párt el fogja veszíteni a várost mindenféle prognózis ellenére. Ez nem lesz most bármilyen. Na most, a részvételi költségvetés, ami hetedik éve nem működik Kolozsváron, igazából azért kihagyott egy lehetőség, mert az állam reformjára adhatott volna egy választ. Az intézményeket megújíthatta volna. A polgármester átváltozhatott volna facilitátorra, ahelyett, hogy ő a
Ugye már a történelemben vannak ilyen modellek, hogy hogy néz ki egy polgármester. A polgármester kezdetben a legszélesebb hárú, legnagyobb furkosbottal rendelkező ősember lehetett. Utána lehetett több egy falu közösségben a legjobb gazda, akinek a legtisztább az udvar. Aztán lehetett a mágnás, a Carnegie Mellon, aki a legnagyobb befektető. És mostanában ez megint meg kéne újuljon, és a polgármesteri facilitátor jelentkezhetne. Na, ez nem történt még. És megint csak nem jött létre egy új demokratikus horizont a város számára. Ezzel gyakorlatilag mondom, nem azt mondom, hogy ezzel bukott meg a PNL, de a liberális párt. De mindenképpen a megújulásának, a politikai megújulásának egy komoly eszköze lehetett volna a jelenlőzőre. Na most, akkor ez az utolsó része. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből? Ők azt hitték, hogy elég lesz a konzultáció, az emberek meg ők majd eldöntik, a népben csak égessen, jó lesz. A másik, hogy azt hitték, hogy ha valaki hatalomra kerül, az új is csak a szocik lehetnek, azok meg még annyit sem tudnak csinálni. Ebben igazuk is volt. De közben feljött a középosztály pártja. Politikai akarat hiánya. Azt hitték, hogy mindent le lehet rendezni a megvett újságcikkekkel és a PR-ral. Tévedés volt. És megint csak ajánlom annak, aki városvezetésben dolgozik, de aki amúgy is tudja ezeket a dolgokat, ez egy régi idézet, az intézményi átalakulást, amikor az ember egy stratégiával próbálja megtámadni, akkor az intézményi kultúra megeszi a stratégiát. Az az egy legnehezebb dolog egy intézményt átalakítani. Úgyhogy, és még egyszer, ami Bokra különösen jellemző, a vajszívű kertész. Ezt annak idején nekem Horváth Anna mondta, mint alpolgármester, hogy Bok tipikusan az a kertész, aki nem vág le egy vajat se, megvárja, hogy magától leesse. Úgyhogy Bok 15 év polgármesterség alatt egy ember nem rúgott ki, többek között a szélsőséges Lackó kulturális főnököt, akit hiába pereltünk, 5 párt megtartotta, és a többi. Úgyhogy az intézményi átalakulásnak az egyik legnagyobb ellenfele, pontosan Bok volt a polgármester, a vajszívű kertész. Megvártam mindenki, hogy nyugdíjba megy, meghal, mit tudom, valami történik. És akkor, aki neki akar fogni részvételi költségvetést csinálni Magyarország bármelyik városába, következő ajánlása. 1. Költségvetés világos elkülönítése. Ennyi, ez Porto előtt történik. Meg van mondva, ennyi a pénz. Kolozsváron el van sumálkolva, hogy kb. Ennyi a pénz, aztán majd a városháza különböző alosztálya intézményei ezt el fogják forgatni, és aztán addig forgatják, amíg a számokból kijön, hogy innen tettünk valamit, onnan vettünk amennyit, mindenki látja, hogy ez sumálkodás. 2. A közös tulajdonformákat létrehozó folyamatok, ez megint városi szinten lehetséges, azt mondani, hogy akkor a polgárok tulajdonosai ennek a projektnek, a játszótérnek, a hintának, a nyavajatörésnek, egészen más szinten nézik a polgárok, hogy ez hogy működik-e, karban van-e tartva, és a többi, hogyha tudják, hogy ez is. Jó? Ehhez gyakran törvénykezési reformot kell indítani, ez egy hosszú folyamat. Átvinni egy helyi adót, fel kell menni Budapesti kérte, és a többi. Polgári kezdeményezések, melyeket érdemes leválasztani. Csomószor megjelenik egy bizonyos polgári kezdeményezés, amit érdemes hagyni, hogy menjen, hogy hagyja a saját életét. Tehát érdemes leválasztani, hiába a városháza kezdte el, azt mondani, oké, vigyétek, csináljátok. A következő. Kiszerződtetés. Kolozsváron tipikusan azt csinálták, hogy mivel a városnak semmi kapacitása nem volt, hogy ezt felvállalja, azért tettek oda egy embert, hogy kiszerződték egy NGO-nak, kezi csókolom. Jön a konfúzió, az összekeverés. Akkor most ez az NGO csinálja, vagy a városháza csinálja? Akkor most az NGO a városháza, vagy nem az? De meg maga a látvány, hogy akkor ez most egy közfunkció, nem egy NGO funkció, ez egy teljesen konfúzus dolog. Úgyhogy erre megint érdemes figyelni. Úgy az intézményi reform átgondolása, ez hosszú, felelősségteljes, nehéz folyamat. Ajánlom nagyon komolyan venni. Ezeket mind idővonalon betáblázni, hogy mi kell az, hogy az ember ezt végig tudja vinni. Úgy, és megint csak innováció versus karbantartás. Mennyi az, amit az ember innoválni akar, és mennyi az, amit az ember meg akar tartani a saját intézményében. Mert nem lehet mindent innoválni. Erre most vannak újabb kutatások, így fulladt ki gyakorlatilag az innovációs diskurzus, hogy rájöttek, hogy például komoly városi infrastruktúrát hidakat, nincs mit innoválni, ezt már akár tartani. Na, kb. Ennyi. Úgyhogy mondom, remélem, hogy ennek vége, egyszer, valahol.
És ezek a kérdéseim, amelyekre mindjárt visszatérek, annak, aki az elméletére kíváncsi a dolognak, az részemről pedig lezéges.